Ciprasz hű története. Ünnepi műsorban is fellépett Makai Bogláka. Elsimon László volt az ünnepi szónok. Egy jó szakma felér egy diplomával. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 31-én 18 óra 5 perckor. A Györfi István Nagykun Múzeumban a cifra szűr történetéről kérdeztük dr. Nagy Molnár Miklós igazgatót. A cifra szűr egy olyan felsőbb viseleti darab, amelyet a férfiak hordtak, elsősorban pásztorok viselete volt a magyar nyelvterületen. A szó jelentése, a cifra, nem hétköznapi viselet, hanem díszített. Ezen a vidéken, illetve a magyar vidéken, magyar nyelvterületen ez egy általánosan elterjedt viselet volt. A cifra szűr ez egy érdekes dolog, ugye ma benne van a szóban, hogy cifra, tehát nem hétköznapi viseletről volt szó. Igaz, hogy a cifraság abban az időben azt jelentett, hogy díszített, de ez is mutatja, hogy ezt nem hétköznap nem hordtak annyira díszített viseletet. És ugye a cifra szűr a szűrposztóból készült, alapanyag a szűrposztó, és az az érdekes benne, hogy ez egy nagyon régi hagyománya a magyar kultúrának, valószínű keleti hagyomány. Ez azért érdekes, mert a szabás mintája alapján látjuk, hogy ezek négyzet alakú, illetve négyszög alakú darabokból vannak összeállítva, tehát olyan a szabás mintája. A legérdekesebb része ugye az, hogy tehát különböző területeken, különböző városokban készültek cifraszűrők. A Nagykunság minden városában készült, és meg lehetett különböztetni a cifraszűröket. A Nagykunságban talán a legdíszesebb a kisújszállási cifraszűr volt, hiszen annak az alját is díszítették, csak úgy, mint a kunmadarasiét is. A karcagi, ami a múzeumban is látható, azon látszik, hogy nem annyira díszes, az alja nincs úgy díszítve, és ezzel meg lehetett különböztetni az embereket. Legfontosabb rész a cifraszűrnek természetesen, ugyan van ujja, de soha nem dugták bele az emberek a kezüket, mert nem arról, ez volt a lényege. Nem úgy, mint mostanában, akik új cifraszűröket használnak, hiszen most megint divatja kezd lenne a cifraszűrnek, hogy fölveszik, mint egy nagy kabátot. Ez nem nagy kabát volt, hanem ez egy cifraszűr. Ezt a nyakban kellett hordani, azért van az a díszes csat is, és azért van az az erősebb csat, hiszen az erősítette föl a nyakba a viseletet. Györfi István, amikor megírta a cifraszűrről a nagy monográfiáját, ezzel mentette meg a feledéstől ezt a viseletet. Pontosan Györfi István az, aki a 30-as években, illetve a két világháború között, mikor megírta a cifraszűrről a nagy monográfiáját, ezzel mentette meg tulajdonképpen a feledéstől ezt a viseletet. Érdekes, ugye beszéltünk a történeténről egy kicsit, hogy kezdetben tiltották a cifraszűrt, tehát a templomban nem lehetett fölvenni, mert elkezdett terjedni, de aztán kitiltották a templomból. De aztán később azért elterjedt ez a cifraszűr, nem csak a pásztorok közében, hanem egyre többen is kezdték hordani a paraszti társadalom tagjai közül. Tehát később már nem csak pásztorviseletté vált. A cifraszűr, hogyha egyébként elkopott, ugye a legjobban díszített része az asszaj és az alja, illetve a háta, tehát a vállán a sarkok vannak díszítve. Külön hímzéssel, külön motívumvilága van ennek, amelyek egyes vidékekre jellemzőek. A debreceni cifraszűrök feketék, a dunántúliakra azt lehet mondani, hogy a karjuk be van fenekelve. Abban tartották a legfontosabb dolgokat a pásztorok. Maga az a cifraszűr fajtája is. Vannak olyanok, amelyeknek a galéria hosszabb, a fél derékig beér. Feketék például, mint a debreceni cifraszűrök, vagy a Debrecen és a Hortobágy melléki cifraszűrök. A dunántúliak leginkább azt lehet mondani, hogy a karjuk, illetve a kezük be van fenekelve, tehát abban tartották a legfontosabb dolgokat, ami egy pásztornak szükséges volt. És hogyha a cifraszűr elkopott, akkor ugyanúgy járt, mint a bútor, vagy kikerült a viseletből, végül majd kikötött a szekérnek a deszkáján, és arra ültek, mint a pokróc a későbbiek folyamán.
Az idei év fontos dátum Györfi kapcsán, hiszen a Nagy Kunsági Krónika 1922-ben jelent meg első alkalommal. 2022-ben ünnepeljük 100. évfordulóját. Mostanában, ahogy mondtam az előbb is rá, van egy kis reneszánsza, egyre többen fordulnak a cifraszűrkészítés felé, cifraszűr felé, és ennek köszönhetően fölkerült a Hungarikum listájára a magyar cifraszűr, ezt ugye 2021. december 7-én jelentette be a miniszter úr, illetve Németh Zsolt, Németh Zsolt államtitkár, a Hungarikumokért felelős államtitkár. És hát ugye, ha már Györfi és a cifraszűr és a pásztorok, akkor nem maradhat ki az sem, hogy egy kis mondattal megemlítsük azt, hogy a Nagykunsági Krónika 1922-ben jelent meg első alkalommal, tehát idén ünnepeljük a Nagykunsági Krónikának is a 100. évfordulóját. Aki bővebben szeretné megismerni a cifraszűr történetét, a múzeumban megteheti és meg is nézheti. Makai Boglárka, a karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákja is csellózott a karácsonyi műsorokban, de iskolai megmérettetéseken is szívesen részt vett. Mivel nagyon szeretek csellózni, ezért nagy élmény volt számomra ez a karácsonyi műsor, mondta a fiatal lány, aki az iskolában tartott hangszer bemutatón szerette meg a csellót. Számomra nagyon jó élménnyel gazdagított, és nagyon szeretek ugye csellózni, ezért nagy élmény volt számomra ez a műsor. Miért pont a csellót választottad? Másodikban volt egy kisebb előadás az iskolánkban, és nagyon megtetszett, ezért választottam. Az elmúlt években sok versenyen vett részt. Nagyon sok versenyre jártam, versenyen vettem részt. Voltam a Bihari János vonós versenyen, ott ezüst és aranyminősítést szereztem, és voltam a legutóbbi megyei versenyem, ott pedig második helyezést szereztem. A fiatal tehetség egyedül és kamarában is nagyon szeret játszani, az is nagyon jó élmény. Az iskolai tárgyak közül történelemből versenyzett Boglárka, és részt vett a Déri Nép prózamondó versenyein, ahol ezüst minősítéseket szerzett. Próbálkoztam a történelem versennyel, de sajnos nem jutottam tovább. De igazából nem vettem különösebb versenyeken részt. Úgy tudom, hogy azért a mesemondó meg Dérin által kiért versenyeken azért részt vettél. Igen, igen, részt vettem prózamondó versenyeken, ahol ezüst minősítéseket is szereztem. És mit kell tudni a tanulásról? Kedvenc tárgyad? Kedvenc tantárgyam a történelem, azt nagyon szeretem, és jól is megy, úgy gondolom. És akkor zenei vonalon szeretnél majd tovább menni, vagy más jellegű? Zenei vonalon nem szeretnék tovább tanulni, még nem tudom, hogy milyen tárgyon szeretnék. Kedvenc zeneműve nincs, mindegyik komoly zenét szereti. Szeret olvasni, Nógrádi Gábor könyvei a kedvencei. Gyerekeknek való könyveket szoktam olvasni, például ide tartozik Nógrádi Gábornak a könyvei is, azokat nagyon szeretem. És te még hagyományosan kézbe fogod a könyvet, úgy szeretsz olvasni, vagy leülsz a gép elé és a korneten? Hagyományosan kézbe fogott könyvet. Minden magát valamire tartó szellemi, lelki közösségnek megvannak a maga ünnepei. Mert ezek megléte jelzi valójában azt, hogy egy közösséghez tartozunk. Nyilatkozta a televíziónknak El Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Köszöntöm nézőnket, El Simon Lászlóval beszélgetünk itt, hiszen a Magyar Kultúranapi rendezvényünknek ön volt a szónoka. Nagyon szépen összefoglalta a magyar kultúra fontosságát a fiatalok és a mi generációnk számára is. De önnek személyesen mi jelenti a magyar kultúrát? A magyar kultúra számomra az a természetes közeg, amelyben létezem, amióta csak megszülettem. Kisgyerekkorom óta érdekel a művészet, az irodalom, hála Istennek, olyan családban nőttem fel, ahol a szüleimtől nagyon sokat kaptam, és az olvasás szeretetére, az igényes időtöltésre neveltek rá. Úgyhogy ennek köszönhetően az irodalom, a zene, a színház, a film, a múzeumba járás, minden, ami csak a művészethez tartozik, vagy a kultúrához tartozik, az számomra az a közeg, az a lételem, amely kitölti az életemet. Ez még akkor is úgy volt, amikor politikával foglalkoztam, hiszen a parlamentben is és a kormányban is a kultúrpolitika volt az a terület, ahol
ahol próbáltam szolgálni azokat, akik közül jöttem, és akikhez most visszatértem a Nemzeti Múzeumban főigazgatóként. Tehát az a megtartó erő a kultúra, amely tartást ad az embernek, amely lehetővé teszi azt, hogy úgy élje végig az életét, hogy tudja azt, hogy honnan jött és hova tartozik, és hogy mi a felelőssége és mi a kötelessége. Ha most arra kéném, hogy említse meg a kedvenc magyar versét, költőjét, zenedarabját, van-e ilyen, vagy mindent szeret? Nagy gondban lennék, mert nagyon-nagyon sok mindent szeretek. Ráadásul a kultúrában, az alkotásban a tehetséget és a munkát nagyon sokra tartom, tehát ezért igazándiból látszólag egymás kioltó műfajok, műnemek és alkotásmódok egyaránt vonzóak tudnak lenni számomra. Tehát, hogy szeretem a prózai színházat, úgy szeretem az operát is, ahogy szeretem az operát, úgy szeretem az operettet is. Szeretem a könnyedebb dolgokat, de a mély drámai alkotásokat is, a megrázó katartikus műveket és a kikapcsolódást okozó, de remélhetően maga a színvonalú kabarét is. Az irodalomban is mindenevő vagyok, a táncban is, a filmben is. Úgyhogy nagyon nehéz kedvenc verset mondani, ez hangulatomtól is függ. Talán azt mondanám, hogy vannak költőim, akikhez sokszor visszatérek. Nagyon gyakran visszatérek Adihoz, sokszor visszatérek az utóbbi időben érdekes módon Petőfihez. Nagyon szeretem Kassákot, szívesen forgatom Pilinszkit, József Attilát, de nagyon szeretem Csidát, Reményiket, Tamkós Iratot. Szóval igazándiból elkezdtem sorolni a költőket, és egy idő után arra jutunk, hogy a középiskolai tananyagnak a kétharmadát rögtön felsorolom, mert annyira szeretem ezt a rendkívül gazdag magyar költészetet, ami a miénk. És hát persze, hogyha nagyon-nagyon rákényszerítene arra, hogy egyetlen egy, hogy azt kérdezte, milyen színházi alkotást tudnék kiemelni, ha nagyon-nagyon rákényszerítene arra, hogy egyet mondjak, akkor biztos, hogy az ember tragédiáját mondanám, amit bizonyos szempontból minden elé vagy minden felé helyezek a magyar irodalom, sőt az egyetemes virágirodalomnak a művei közül. Reméljük, hogy ezzel a fiatalok is így lesznek. Egyébként a munkahelyén azért jó helyzetben van, hiszen ott szétnézhet, megnézhet alkotásokat, hogyha úgy gondolja, utána nézhet, és a hangulatához is tudja ezeket igazítani, ha van esetleg 5 perc erre. A Nemzeti Múzeumban dolgozni az egyik legfelemelőbb dolog, mert az ember, hogyha elfárad, hogyha azok a konfliktusok, amelyek minden munkahelyet jellemeznek, mondjuk lelohasztanák az ember kedvét, akkor nem kell semmi más csinálni, csak sétálni egyet a saját intézményében. Én néha lemenekülök a lapidáriumba a régi római kövek közé, és megcsodálom azt, hogy micsoda mívességgel dolgoztak ki sírköveket, és mindenféle domborműveket, azok az alkotók, akiknek a nevét nem jegyezte fel a művészettörténet, vagy a történet emlékezet, és mégis a legnagyobbak között tarthatnák őket számon. De legalább ekkora élmény az időszaki kiállításainkat megnézni. Most például a horvát-magyar történeti kapcsolatokról szóló kiállításnak a fantasztikus alkotásait. Hiszen azok a tárgyi emlékek, amelyek elsősorban a magyar történelem sorsfordító időszakaihoz, nagy pillanataihoz és kiemelkedő történelmi személyiséghez kapcsolódnak, mindeközben elsőrangú művészeti alkotások, iparművészeti alkotások is. Tehát esztetikai örömet is okoznak. A 8 szakképzőiskolát tömörítő Karcagi Szakképzési Centrum Karcagi Intézménye, a Karcagi SC Varró István Technikum Szakközépiskola és Kollégium. A 8 szakképzőiskolát tömörítő Karcagi Szakképzési Centrum Karcagi Intézménye, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum Szakképzőiskola és Kollégium. Céljuk, Karcag és térsége számára a jelenlegi és jövőbeli munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakemberek biztosítása. Iskolán komoly szakképzési hagyományokkal rendelkezik, sok színű nevelő oktató feladatot lát el a szakképzés, a kollégiumi nevelés, a felzárkóztató tevékenység és a tehetséggondozás területén nappali és felnőttek oktatása keretein belül is. Vidéki tanulóink számára a 100 férőhelyes kollégium nyújt szállás lehetőséget térítésmentesen. A szakmai alapozóképzések gyakorlati feltételeit műhelyeink, oktatótermeink biztosítják. A duális képzésben helyi és vidéki cégekkel, vállalatokkal, vállalkozásokkal működnek együtt. Digitális közösségi alkotóműhelyünkben a legmodernebb technológiákkal ismerkedhet meg az érdeklődő. Verseny eredményeink bizonyítják az iskolában folyó szakmai képzés magas színvonalát.
Igyekszünk diákjaink számára olyan iskolai közeget teremteni, ahol a tanulás mellett otthonosan érezhetik magukat. Tanórán kívüli programok, sportolási lehetőségek sokaságát kínáljuk diákjainknak. A felvétel során a jelentkezett tanulók rangsorolása tanulmányi átlag alapján történik. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykonsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!